Már a közforgalom számára is rendelkezésre áll a faiskola és külső sor utcákat összekötő új útszakasz, amely 23-24 hektárnyi ipari területet tár fel, fogalmazott Habis László polgármester a Déli Ipar Terület Alapinfrastruktúra Fejlesztése című projekt záró eseményén. Ez a város legfontosabb munkahelyteremtő beruházása az elmúlt évtizedeket is tekintve, hiszen már ez idáig két egyedi kormánydöntéssel támogatott ipari fejlesztés megvalósult a térségben, és egy harmadik hasonló fejlesztés előkészítése kezdődött meg. Hozzátette, a déli iparterület bővítésén sok éve dolgoznak, amelyekben nem egyszerű feladat, hiszen a vasút által eddig elzárt terület jelentős közműberuházásokat igényelt. Mint mondta, ahhoz, hogy gyárak létesüljenek a területen, leginkább a közúti csatlakozás volt szükséges. A projekt műszaki megvalósításáról, például a vasút és út kereszteződéséről Sipos Zsolt számolt be. Általában a vasútvonal élvez elsőbségeket, itt egy ipari fáradtáró útnál itt az út élvez elsőbséget és a vasútvonal van lezárva, úgyhogy erre különleges közlekedési felmentési engedélyeket kapott a tervező, illetve a kivitelező, hogy ezt megvalósíthassa. Mintegy 2 kilométeren végeztek pályaszerkezet felújítást, illetve új útszakaszt építettek. Több mint 14.000 négyzetkilométernyi burkolt útfelületet hoztak létre, emellett kiépítették a közvilágítást, 2 buszmegállót és buszöbölt alakítottak ki, illetve személy- és teherautó parkolók épültek.